Ripperónai József a vidék legkiemelkedőbb művészeti egyénisége volt, hiszen az ő újításai nyomán tudták tartani a lépést kora festői az akkori stílussal. Mivel Kaposváron született a festőóriás, nagyszabású programsorozatot szentel a város Ripperónai születésének 150. évfordulójára. Ennek keretében nem csak a festőhöz köthető rendezvényeket szerveznek, hanem a Rómahegyen található villa is megújulhat. A megyei önkormányzat, mint fenntartó, Kaposvár megyei jogú várossal összefogva több mint 200 millió forintot költ arra, hogy a somogyi emberek számára még vonzóbbá tegye, és mint turisztikai célállomás az ideérkezett vendégek számára is vonzó legyen. Kaposvár a művészet és kultúra regionális fővárosa. Ennek jegyében újul meg a villa is, mondta Szita Károly polgármester. Új kiállító, előadó és foglalkoztató termeket alakítanak ki az épületben, itt pedig egy látogatóközpontot építenek, amely eddig hiányzott a ripperónai villa. Gyakorlatilag a bejárattól a buszmegállóig, a villát körülvevő udvar és kert megújításáig, a homlokzattól a tetőig mindent megújítunk. Vigyázzuk, óvjuk ezt a házat egyrészt, másrészt pedig esztétikailag olyan állapotba hozzuk, hogy szívesen jöjjenek ide az emberek, komfortérzetük legyen. Az épületet 1908-ban vásárolta a festő, miután úgy döntött, hazaköltözik Párizsból. Az épületet 1970-ben nyilvánították múzeummá. Akkoriban, azokban az években egyébként gyakorlatilag ugyanígy nézett ki, mint ma. Korhű bútorok és minden igyekeztek az elődeink megőrizni a jövő számára. Annyi a különbség, hogy akkor tájt néhány képet lehetett csak találni a falakon, azok is kicsik voltak. Mára ez az idő elteltével közel 100 ripperónai festményé bővült. A műemléki védelmet élvező épület állaga most még nem megfelelő, de a tervek szerint év végére megújul majd, hogy méltón őrizhesse a kaposvári festőlegenda emlékét.